Mindenkinek én Gibi vagyok, és itt van a következő videóm, és most már nekem is megvan a tört Minecraft 1.6-om, úgyhogy már is mostantól már valószínűleg 1.6-os videók lesznek. Hát szerintem akkor kezdjünk is bele. Ebben a videóban egy 1.6-os bemutatóval készültem, hogy milyen újdonságokat nyújt a játék az 1.6-os frissítésben. Valószínűleg ki fog maradni egy-két újdonság, mivel nem vagyok túl informált az 1.6-os frissítésben, de azért megpróbálok a lehető legtöbb újítást felsorolni és megmutatni nektek. Kezdjünk is bele. Előkészítettem egy-két dolgot, remélem majd, hogy jó lesz. Az első, hogy mostantól az agyagok is színezhetőek, és itt 16 darab szín látható összesen. Hát igazából az agyag az ennyi, ugye van fehér, narancssárga, magenta szín, hát igazából olyan színek, mint amilyen a gyapjú, tehát hasonló színűek, itt az eleje főleg. A másik újítás, hogy kettő új blokk is bekerült a játékba. Pillanat, türelmet kérek. Jó, szóval a helybéak, vagyis az ilyen fénabála, vagy nem tudom, hogy mondják, és a Block of Coal, tehát a fémblokk. Ez a két újítás, és ha jól tudom, akkor a fémblokkal ugyanúgy lehet sütni. Ja, és még egy újítás, akkor itt már be is mutatom, hogy ha ráállunk valamire, akkor a neve alatt kimutatja, hogy hol is lehet ezt megtalálni. Illetve a fegyvereknél azt mutatja meg, hogy mennyit sebez. Megnézzük, ez itt 4-et, 5-öt, és így halad felfele. Na, akkor meg is nézem. Mondjuk. Igen, el is kezdte sütni. Jó, nekünk ennyi. Ebből elég. A következő újítás, hogy mostantól szőnyeget is lehet találni a dekorációs elemek között. Ebből is, ha jól tudom, 16 darab van, de majd mindjárt meglátjuk. És még az a furcsa, hogy ez nem tudom, hogy egy bug lenne, vagy hogy így lett megcsinálva, hogy a szőnyeget, hogyha a másikra rárakjuk, akkor így felőre kerül. Ez végül is egész jó, mert ilyen kis pultokat lehet csinálni. Szerintem adventure mapoknál is fel lehet használni ezt a dolgot. És hát igazából ennyi, még annyit a szőnyegekről, hogy a kezünkben egyáltalán nem látszik, csak akkor, hogyha így elkezdek össze-vissza mozogni, akkor egy kicsit ott lehet látni, ahogy mozog, de ez nem befolyásol semmiben. Van még narancssárga, ilyen magenta, világoskék, citromsárga, zöld, rózsaszín, sötét szürke, világos szürke, világos kék, lila, sötét kék, barna, zöld, piros és fekete. Igazából a szőnyegekről is ennyit. A következő új dolog, az pedig a névtábla. Úgyhogy most már úgy is el lehet nevezni az állatokat, hogy egy névkártyát, vagy egy névkártyát rakunk rá, mert idáig úgy is lehetett ugye, hogy a pantojását belerakjuk az ülőbe és átneveztetjük. Igazából így beírjuk, akármit mondom. Most csak úgy disznó, igen, és mostantól ott van a neve is.
tehát ez bizonyos blokkig lehet látni, igen, ennyi a távolság, utána már eltűnik. Ja, igen, ebből szedtük ki, akkor rakjuk is vissza. A következő újítás, amivel már rengeteg mod foglalkozott, vagy rengeteg mod adott hozzá a játékhoz, azok a lovak, illetve szamarak, de arra majd mindjárt ki fogok térni. Hát először is a lasszó, vagy hát kötél. Mit kell ahhoz tenni, hogy felülhessünk egy lóra? Hát először is spannoltatni kell egyet. Ez is egy újítás, mostantól a lovaknak is van, vagy hát vannak a lovak, és hozzájuk van a spantolás. És itt van egy ló, be kell törni, tehát meg kell szoktatni velük, hogy én is itt vagyok, ez elég sok ideig eltart, addig kell várni, amíg a ilyen szívek nem lesznek itt felette, addig pedig le fog dobni folyton a hátáról, most is ledobott, meg kell várni, amíg a szívek meg nem jelennek, megjelennek, akkor mostantól barát. Á, itt láttátok a szíveket? Tehát mostantól lehet vele mindent csinálni. A bal shift-tel lehet leszállni róluk, a nyerget rájuk lehet adni mostantól az ilyen új kezelőfelületen. Táncolom, szeretem. És mostantól így rá lehet ülni, és irányítani is lehet. Tehát ha ráülsz, akkor mostantól már arra megy, amerre te mondod. És alattam most lehet látni ilyen csíkot. Most lenyomom a space, nyomva tartom, elengedem és ugrik. Mindig ugye az erősségétől függ, hogy meddig tartom lenyomva a space gombot. Hát igen, ennyi. És lehet lasszóval vezetni, de csak is kerítéshez lehet hozzá kötni. A ritkább esetben szamár is spannol a lóidéző tojásból. És még annyit, hogy van egy új, még egy új dolog, hogy mostantól a lovakra rá lehet adni ilyen páncélt. Így néz ki. Hoppá, nem így akartuk. Persze lehet állítani egy gyémánt, és lehet rajta ilyen gyémánt felszerelése is lehet. Na hát itt a szamár, de mielőtt odatérnénk, még egy dolog, hogy a faszén mostantól megváltozott, tehát nem ugyanúgy néz ki, mint a rendes szén, hanem most már megváltozott a külseje. Tehát ugye a rendes szén, most nem tudom hol van, úgyhogy rákeresek. Az így néz ki, a faszén pedig így néz ki. Hát végül is ez is egy ilyen újítás, és a szamárnál van egy új dolog, hogy lehet rakni az oldalába ládát, amivel végül is lehet szállítani a dolgaitokat, hogyha megtelt a inventoritok, akkor ebbe is lehet, bele pakolni, megnyitni a kezelőfelületét, ez itt a láda, amiben bele lehet pakolni, például most egy ilyen felfedezést beleraktam, csak úgy, hogy szemléltessem a használatát. A következő, hogy hogy is kell ezt rárakni. Tudom, hogy hangos a billentyűzet, még nem tudok ellene semmit se tenni, de majd idővel megoldódik az is.